akkor induljuk el! Tamás, mire készülsz? Semmi. Mi az a baba volt? Igazából voltam Attival még egyik nap a bababoltba. Egy megtetszett a dolog egyébként, nem hiszed el, de ezzel még csajozni is lehet, tehát imádják. Mész az utcán, tudod, azt hiszik először, hogy igazi baba, aztán amikor rájönnek, hogy nem igazi baba, az is jó, mert azt is imádják, és tudod, még benne van ez a kis pia. Na végre! Tamás, akkor annyit mondjál létszős, hogy egyáltalán merre induljak el? Figyelj, indulj el először, én azt mondanám, hogy egy Gárdonyi giroszt tegyünk meg, mert az elég jó. Akkor végre a kvíz királyok, a vetélkedők sztárjai is megérkeztek. A Robi és Ati, amiből kiindult ez az egész kis játék, hogy ugye nem értünk rá, nem tudtunk átmenni, és nem tudtuk együtt megnézni a remek szerepléseteket ebben a műsorban. Ugye ekkor fogadtuk meg azt, hogy innentől mindenkinek van egy esélye, amikor nem lehet nemet mondani, mert ha hívnak, menni kell. Ugye? Na, hát és most én hívlak titeket. Azért előttétek elég gyorsan az esélyeiteket. Ugye Gabi, te a jogával. Szippansd be a köldöket. Ez jó esik? Nem tudom. De az jó volt, az jó volt. Egyébként a Robis főzés is jó volt. Azt nem mondtad, hogy nem lehet receptet használni. Most tényleg leszettél egy receptet. Ati, hát nagyon jó volt. Elmentünk a bababoltba, mellpumpáért. Te mit csinálsz, hogyha egyszer lányod fog születni? Hát félni fogok. Na ja, hát figyelj, egyébként majd lassan elárulom, hogy hova megyünk, de menjünk Gárdonyba aztán. Aztán majd talán ott. De végülis az jó, nem, hogyha mindig a következő állomást elmondom. Jó, de azért remélem nem fogunk ilyen 10-12 órákat autózni. Nem fogunk. Csak hogy tényleg valami infót azért folyassál már nekünk is, hogy miről. Figyelj, nem lesz hosszú ma egy ilyen 4,5 órás út, ami hogyha kiindulok abból, hogy meg fogunk állni párszor benzinkúton, akkor ez 7 és fél. Mai menü az egy 470 kilométer, úgyhogy pikpak meg vagyunk. Szerintem átlépjük az országhatárt. Mi nem lépjük át, átlépjünk Sopronba, azt onnan Boldogkőváralja, onnan Nyíregyháza, és vissza. Figyelj, van egy kis tetőablakunk, kilógathatjuk a kezünket, sikítozhatunk ki belőle az utcára. Nem, mint a limuzinban a csajok, mindig egy csajok. De nem mindig ez van, hogy limuzin, ha leúszható a tetej, akkor... Hullányok. Csajok! Leúszható a tető! Minusz 20 ezer feliratkozó. Azokat már nem olyan lányjal elvesztettem. Gárdonyi girosz, na, végre újra, tudod mikor voltam itt először? 16 éve. És 16 éve járunk le ez a giroszoshoz. Vonattal, biciklivel, kocsival, mindenhogy lehet. Sőt, én gyalog is egyszer hazasétáltam, mert egy óra lett volna a vonatig, és inkább megtettem a Gárdonyi-Fehérvár 20 km gyalog. Mennyi ideig? Hát egy 3,5 óra. Aztán elment mellettem a vonat. Jó van, bezabáltam. Na, hát akkor ezt nézzük meg az első kis úti célunkat, a GPS-re beüthetjük. Ljubljana. Ljubljana, főváros. Így van, belnézzünk egyet a fővárosba, de csak megalszunk ott egyet, aztán holnap megyünk tovább az igazi címre. Na mi a napfigyelemet? Csináljunk már diszkó patkányokat. Nézzél háromra. Az egész póló. Na,
megjöttünk, srácok! Wow! Eselován! Ljubljana, szevaszka, hello! Hát figyelsz, eddig olyan, mint otthon, semmi extra, menjünk! Tök jó, mert tudod, csak azon nagyjalgattam az öt, hogy mit csinálunk holnap, meddig vagyunk itt? Mi történik egyébként? Tehát, hogy... Milyen kis kíváncsi, Gabi, állandóan kíváncsiskodsz. Annyi van, holnap azért itt vagyunk, 10-ig kicsak, aztán hát figyelj, megnézzük a várost. Ljubljanában én még nem voltam, megnézzük, hogy milyen. Aztán a következő helyszínre azt hiszem, hogy 4 órára foglaltam jegyet. Alapvetően a kiindulási pontja olyan, amit így nem biztos, hogy izginek tartanál, viszont itt mégis izgi, mert valahogy megoldották, hogy az legyen. Közben nálam futnak dolgok már megint. Igen, tudom, az a baj, hogy a Robinak nem lehet semmit mondani, mert ha azt mondod, hogy 5,5 óra az út, akkor már tudja, hogy hol van. Tehát Robi azért mániákos. Arra kérlek, Robi, hogy... Írok egy papírcet. Jó. Elrakom holnap, és megnézzük holnap, hogy az van-e ráírva. Jó, de akkor a srácoknak nem mondd el. És nézd, és már írja a tippet. Na erre nagyon kíváncsi leszek, viszont ez tényleg jó rakdál. Ez tényleg jó rakdál, hogy legyen meg holnap. Szóval nem rakom ezt el, nálam marad. És hogy nem adom oda senkinek, nálam marad. Nem tudom még neked sem. Hanem az lesz szerek holnap csak, hogy majd kinyitjuk, és akkor megnézzük, hogy az van ráírva, ahol éppen vagyunk. Na jó, van srácok. Kocincsunk az estére, úti naplopó, szevasz! Ezt az egészet megálmodod, és egy élettel feljebb esik, már másod. Nekem nem gyanús, az egész nem gyanús. Kocincsunk az estére. Ott van ez az állatkert elmélet, ugye, hogy minket is csak úgy megfigyelnek, és tehát kapcsolatba léphetnénk ugye a az univerzumnak a többi használatokba szörnyű. Kocincsunk. Szóval vannak földön kívülek, akik nem azért nem lépnek velünk kapcsolatban, hanem csak így megfigyelnek, mint hogy te megfigyelsz, mit próbálkod. Kocincsunk. Megvan ez a Schrödinger tányérja, amikor így úgy néz ki a dolog, hogy egy konyhában, vagy olyan a konyhaszekrény, hogy ablakos, és így látod, hogy a tányérok leborultak, és ha kinyitod, akkor tudod, hogy le fog esni. De nem nyitod ki, mert látod, hogy le fog esni. Igen. Na ez a Schrödinger. Igen. Ez a veszélyes az univerzum. Akkor ígyunk a tripre, ígyunk egymásra, ígyunk a barátságra. Úti naplopó. Egészség rakendról. Egy dolog, ki horkol, ki nem. Őszintén valljuk meg, mert ezért már rontottunk el így. Én nem horkolok egyébként, bármennyire is szeretnéd, hogy horkoljak, én nem horkolok. Én nem szeretném, hogy horkolj, de ezek szerint horkolsz, mert annyira mondhat, hogy nem. Ecem, pecem, pesti nő, nagypok fáját festi. Ő, akire jut a 102, az lesz majd a nyerő. Nem vagyunk túl fittek, srácok. Kis Lusza szépen is nagyon csöndben van. Mi legyen az úti célunk? Mi legyen az úti cél? Nézelődjünk kicsit itt Ljubljanában, én meg sose voltam. Kíváncsi vagyok. Céltalanul be a városba? Aha, nézelődjünk. Jó, akkor most egy 3 perc, mire elindul a bazár. Igen, bazár. Addig beverünk egy Red Bullt. Meg valami fit, meg kicsit aggaszt ez az idő is amúgy. Megnéztem a következő 4 napot a környéken, 90% és 100% esőzést. Ejj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 j
Ja. Nem mehetek úgy haza, hogy nem van mit. Elmehetünk Szoliba. Lehet, hogy ránk férne, hogy legalább így a látszat meg legyen, mikor hozzá. Figyelj, hogyha szerdáig nem süt, akkor elmehetünk egy két napontba. Én leszarom, én beadom simán a Szoli. Mi ez a sárkányos motívum, ez miért lehet? Azt írja, hogy a mondó szerint Lászón görög királyfi legyőzte mai Jugán területén találtuk tóban tanyázó sárkányt, így lett később Jugán a jelképe a sárkány. Nem vágtam eddig ezt a sárkányos dit, de egyébként ezt a medvét se teljesen. Azért elég kemény felhők jönnek, ja. És lehet, hogy konkrétan a szálláson fogunk ülni, míg esik az eső, és
magunkat kell szórakoztatni. Csak feltaláljuk magunkat. Hát mondjuk megszoktuk oldani. Vannak rá módok. Attinak rengeteg módja van rá. Ő már el is kezdte. Ez megindult. Épp, hogy elérünk a kocsihoz. Jó van. Jó van. Indul a nyaralás. Ha, hát akkor figyelj, akkor nézzük meg azt a kis cetlit. Kíváncsi vagyok, de várost írtál, vagy csak jelleget? Hát jelleget. Na, mondjam? Mondja, de úgyis tudom, hogy mit fogsz mondani. Barlangot. Ja, az első kaverból kitáltad, de amúgy nagyon jó, ez egy olyan barlang, hogy ilyen kis vonattal mész végig a barlangba. Na. Nekem nagyon tetszett, amit láttam belőle. Úgyhogy mondom is a címet, ez egyébként Posztolyna, vagy Posztolyna? Posztolynának kell szerintem mondani. Posztolna. Posztolna. Bam. Yeah. Ez a Jobbi állandóan csak Posztolyna. Óriási. Nagyon jó. Abszolút úgy tűnik a gyerekeken, hogy felejthetetlen volt számukra az élmény. A kérdés az, hogy mi okozott ekkora törést? Na, mondom! Mosolyogjál, bazd meg! Igen, ez egy örök trauma, így felnőttkorig. Legalábbis annak tűnik így képről. Tehát meg kéne keresni őket. Mennyire más világ itt lenni, nem? Itt lenni. 60 méter lejjel vagyok, pontosan? Hát ott a tetején voltunk 60 méter lejjel. Igen, most már az ott a még lejjel. Akkor ez lehet, hogy ilyen... Azongattogok, hogy amikor érted, nem volt még villany, nem volt áram, akkor hogyan jöttek az emberek? Hát volt egy gyertya a fejük. Vagy érted, jött egy petróleumlámpa, vagy nem tudom, és a kifogyott belőle a cumó, akkor mi volt? Akkor szintén. Ja, kérem a petróleumlámpa, azt el is felejtettem, Dilis. De van ebben amúgy valami rémisztő nagyság, hogy ez az egész. Nagyon remélem, hogy fognak olyat csinálni úgy majd a végén, hogy a Pali lekapcsolja a villanyt egy 10 másodpercre. Hogy így mennyire, tehát ugye az a nulla, abszolút nulla fényerősség, semmi. Ezt a betyárja. Ez egy kicsit így parázom azért, hogy így... Azt a betyárját! Azt a betyárját! Fejle! Íj! Azt a betyárját! Azt a betyárját! Jó, akkor... Volt a bányászdal, tudod, amit így fütyüréztünk? Ja, de azt mindig volt, hogy nem bányászdal. Nem Hidakvály folyón. De tényleg, a Hidakvály folyón, igen. Igen, azért nem nagyon látsz minden a fény, szerintem még nem is voltam ilyen csapkőballon. Nagyon szeretnék amúgy ilyen helyekre járni, és állandóan szivatt el, mikor elmentünk Budán a barlangba, Adéllal, hogy ja, mert te így barlangászni járkálsz. Ezt látod, milyen fajt? Tök jó. Jó van. Én nem tudtam, hogy mikor fotóznak. Így megy be egy magabiztos férfi, így sétál be egy barlangba. Látod? Helyek kis cukor van. Hú, de jó kell. Na mi van? Látod, hogy milyen jól tud esni. Látod, milyen helyre hoztál minket. Mégiscsak a hidegből jöttünk a melegbe. A fény, igen. Azt hiszem, a fény az, ami most a legjobban esik. A fény is nagyon, de amúgy tényleg durva, mennyire kevés fény volt. Igen, most. Ez kemény. Jó volt, most vár ránk még egy kis út, aztán... Átlépünk országhatárt? Tehát igen. Ez egy horvát országi kisváros lesz. Ja, mert örültek a tengerpartnak, mi? Bár hát örülünk a tengerpartnak, csak legyen napfény is. Pontos címet akkor beírjuk, és akkor let's go. Oké, irány Baská. Baská. Alapvetően azért volt ennyire tök jó az a program amúgy, ez a kis barlangos már. Lementünk, tudod, ilyen kis atmoszféra változás, úgy fizikailag, meg úgy lelkileg, szellemileg is, nem voltunk még ilyen helyen, és úgy kirántott az eddig megszokottakból. És most amúgy tök furcsa visszajönni, hogy na akkor most beültünk a kocsiba, megyünk tovább, akkor ugye Horvátország felé, mint hogyha így teljesen kiesett volna ugye ez a másfél óra. Mint hogyha ugyanez. Volna, mint hogyha egy nagy alvás, egy szundi álmodtuk volna az egészet, és így, de tök jó flash. De tényleg engem is annyira kiszedett. Baszki, nagyon fontos ez. Megéltük. Robi, ott van hátul az ülésfiókban a GoPro-m. Beressem majd? Nyugodtan. Valószínű, hogy holnap egész nap esni fog.
Ez a kérdés, hogy mit kezdünk a helyzettel. Afelett tudunk ítélkezni, hogy mi ezt mennyire akarjuk, nem is tudom, hogy magunkra venni, vagy hagyni, hogy ez befolyásolja a napunkat. Semennyire. Én ide fürdeni jöttem, meg fagyizni, meg kint lenni. Majd mi meg... Így van. Ne az időjárás döntse, hogy mi mit csinálunk. Majd mi eldöntjük, hogy mi nem tudjuk eldönteni, mit csinálni az időjárás. Elmegyünk fagyizni, játszunk, strandolunk, jól érezzük magunkat. Elhozati! Kátika is megjön. Éppen tervezzük a hónapot. Jó. Most el csak el kell mennem egy Jair-re. Na jó van, hát figyelj, akkor nem, ne szegje kedvünk. Holnap pörgetjük. Ha esik, ha nem. Ha törik, ha szakad. Hát szakadni fog. Ja, szakadni fog. Te égeti a torkom egy ilyen nyáron, csak a hülye marad otthon. Beülök a kocsiba körül. Ez úgy lenne jó, hogy ennyi négyet benyomsz. Hány darabot kell? Tizet? Négy, maximum. Tehát? Edgárnak nézzünk valami ilyen kis cukiságot. Válasszunk valamilyen nagyon Edgárosat. Na, Gábor, Edgárnak is égszere. Jó, de jó. Ugye, csináld azt, hogy lefeksz egy fasra, és innen fújod lentről. Az igen, az jó. Most nagyon jó, figyelj! Egy, két, há! Azért ne egyedül jöjjön már Edgár nyaralni, legyenek barátai! A Zizla. Figyelj, Zizla. Majdnem beszartam!